Jó napot kívánok, sziasztok! Úgy láttam, egy Fiat Ulist kell megnéznünk, ezt az NLF 926-os, és egy 2004-es 7. hó 29-ei darab, 109 lóerős a 2000-es dízelmotor benne, és 24, 5. hó 18-ig van műszaki vizsgája. Ez a magyar forgalmi, tehát ellenőrizhető, ugye az adatok valódiságát meg tudjátok nézni majd az ügyfélkapun. Tehát egy ezüst színű 8 személyes kis busz nézegetünk. A két ajtó, ugye a hátsók, ugye ezek tolóajtók, a hátsó sor, ez a három személyes sor, ez egy egyben lévő ilyen pad, ugye ez mind kivehető belőle, ugye, néhány mozdulatta. Van benne itt nekünk egy roló, ezt kivettem, hogy így ugye meg tudjuk mutatni, hogy könnyebben be tudunk nézni majd. Ugye, ha kivesszük, akkor lesz 5 személyes autónk, de a többi is kivehető belőle, azok meg egyesével szedhetők ki. Tehát konkrétan kis haszonjármű méretű ugye ez az Ulist, és a tetején van ilyen eltolhatós kereszttartó, erre lehet még ugye pakolásznunk, hogyha valamit szeretnénk. Na nézzük meg akkor. Nagyon figyeljen oda mindenkinek, aki ilyenje van, mert ezt nagyon szépen ki lehet tépni, tehát nem itt húzzuk, hanem egy kicsit itt hátrébb, és akkor nagyon könnyedén mozdul, és amikor eltoltuk, akkor sem rángatjuk, hanem ugyanúgy meghúzzuk egy icipicit, és már gurul is el az ajtónk. Úgyhogy ha valakinek van, vagy lesz ilyenje, akkor erre figyeljen oda, szerintem érdemes. Tehát az egyesével kiszedhetős ülések, azok itt vannak sorba, ugye, és föl tudjuk ezt borítani egy pillanat alatt, hogyha lenne még egy kezem, akkor talán könnyebben menne. Ez így felhajlik, és úgy tudunk beszállni oda hátra, ugye erre padra. Visszafelé pedig ugyanúgy egy-két mozdulattal ez megoldható. Mint mondottam, könnyebb lenne, ha de nem kell több kéz. Az autónknak az első ülésében itt hátul ilyen kis tartó van. Oldallégzsákos, ugye. Nézzük meg akkor itt a motorteret is kinyitottam. Úgy láttam, igen. A szélvédő rendben van, a lámpái szintén egyben vannak. Nyitottuk, hát itt jó mélyen van ugye ez a motor, de meg tudjuk hallgatni viszont. Nagyon kis finoman jár különben. Ez a folyadék szint, azt mondja, kiegyenlítő tartály, szervóolaj tartály, ABS. Mit tudok itt még mutatni? Megnézzük innen a vezető oldaláról is, hogy mit látunk. Ez a tolóajtó is, mutatom, nagyon könnyen megy különben, tényleg visszafelé ugyanígy megteszi a dolgát. Az ülései két darabból, gondolom ezt itt kicserélték, mert az emberte kiücsörögte már a szélét. Amúgy kék lenne ő, mert kék mindenhol minden. Ez kicsit lejjebb veszek, digitális automata klíma. Egy ablak, két ablak. 24. 5. hó 18-at írtunk ide is, tárolórekeszek 1, tárolórekesz 2, és ide is tudunk még pakolászni ebbe a jó kis mély tartóba. 5-ös a váltója, két oldalt digitális automata klíma, belőhetjük, hogy hova fújjon, gyári CD rádió, itt megy lefelé a mutató, ha rájöttünk a gázra, akkor az a kis narancssárga mutató megy fölfelé, és mindjárt be is indítjuk újra. 359.295 kilométert futott, bekapcsoltam magam, tehát kontrollámpák kialudtak, de azért indítsuk újra, így né, centrálzár bezár, kinyit, így né, meg elforgattuk a kulcsot, és már is szerintem be kéne, hogy induljon, mert működik is, ugye, mivel fordulatszámérünk az bal oldalon szépen megy fölfelé. Hőmérséklet, az is elindult. Ide kigurulunk a lámpához. Itt látjuk a magyar matricát, ugye, ami oda van ragasztva, ugye a rendszámot látjuk, azon a részen van ilyen kis utaskémlelőnk. Be tudjuk ide csukni a helyére. Szépítkező tükör mindkét oldalon. Centrálzárral pedig be tudjuk magunkat zárni. Jobban az összes utast, aki ugye benne ül. Van benne fogyasztásmérő,
177 km tudunk elmenni még ezzel az üzemanyaggal, és 12 fok van ugye kint, 13 óra 51 perc, szuper. Ezt láttok itt eddig, innen tudjuk nyomkodni a komputerét. 7,5-öt ír. Nagy busz ugye kéri az üzemanyagot, hogyha nyomjuk a gáz neki. Kuplunga jó, váltó is bement a helyére, kettesbe. Nézzük meg itt ezt a foltozott útszakaszt. Klik-klak. Na milyen, beszorultunk. Illatosító kis golyók is vannak hozzá. Menjél már. Egy praktikus kis autóba ültem be, amiben van egy jó pár extra, amik működnek is benne. Egy harmadik váltás. Visszafelé is simán bement, nem recseg a váltó, finom a kuplungja, könnyen benyomhatós, nincs szétkopva az autónak a pedálsora. Állítható a kormányoszlopot, láttam. Könnyedén vette a negyediket is, meg az ötödiket is. Égyni. És most mindjárt megpróbálunk vele egy kicsit hátrébb is menni. Ide jöttünk az M3 autóparkba, betolatok vele. Azt mondja, hogy fel kell húznunk ezt a kis gombocskát. Égyni. És akkor tudunk vele hátrafele is menni. Tettük kárpitot is, közben meg tudjuk szemlézni. Van függönylégzsák az autóban, hátsó utasok is védve vannak. Ott egy emberke. Na hát akkor szerintem így nagyjából ezt tudtam mutatni nektek. A többit meg tudjátok esetleg nézni, ellenőrizzétek le, hogy amit elmondtam, az biztos, hogy úgy is van. Itt van a kézifék oldalt. Behúztuk kis jelzet, ugye mindkét kis emberke, meg a kézifék, ugye kikötöttem magam, ez is működik benne. Mit találtunk itt? Hoho, milyen jó kis dolgok vannak itt még. Ez kijön, itt van itt pohártartó, ide meg lehet még pakolni két darab üdítőt, úgy látom. Na hát tulajdonképpen ennyi lenne az autónk az M3 autóparkban, a Fiat Ulis megtalálható bármikor 9-től este 6 óráig. A viszontlátásra, sziasztok!